Ez a jelenet Gárdonyi Géza gyerek szereplőinek patakban fürdése ihlette meg 7 évvel ezelőtt Bagi István nyugalmazott orvost, hogy szobrot állítson a város az egri csillagokból ismert Gergőnek és Vicuskának. A szabadtéri műalkotást közvetlenül az Egerpatak partjára álmodta meg az ötletgazda. A tervek szerint végül a Végvári Vitézek terének lépcsősora alatt kap majd helyet. A kezdeményezés mellé álltak helyi civilek, köztük a Kis Csillagok baráti körének tagjai, az Egri Városszépítő Egylet, valamint az Eger Sikeréért Egyesület. A megvalósítás közadakozásból történik. Számlákra befutott összegek gyűjtését folytatta a Városszépítő Egyesület, átvette tőlük az Eger Sikeréért Egyesület, most már az ők kezükben van, és minden reményünk szerint a Szobrásznál lévő előkészített szerződést rövid időn belül ő is aláírja, és akkor örülhetünk, és akkor ő teljes lendülettel folytathatja a szobrok munkáját. A kompozíció elkészítésének lehetőségét pályázat útján Szanyi Péter szobrász művész nyerte el, akinek nevéhez köthető Budapesten a Pál utcai fiúk alkotás. A talapzat elkészítését az önkormányzat vállalta magára. Nagy örömmel jelenthetem be, hogy tényleg a szoborára összejött. Igaz, hogy még nagyon-nagyon sok pénzre van szükség ahhoz, hogy a szobor ott álljon, ahova terveztük, ahova engedélyezték, ahova szeretnénk. Egy előfinanszírozás történt, hogy összeálljon az a 10 millió forint, hogy a szobor elkészülhessen. A felajánlásokat folyamatosan várják az egri lokálpatrióták, hiszen a szállításhoz, illetve egy térfigyelő kamera üzembe helyezéséhez szükséges anyagi fedezet még nem áll rendelkezésre. A szoborcsoport mellett egy táblát is elhelyeznek, amelyen Bagi István verse olvasható majd. Mosolyog rá Vicuskára, büszkeséggel néz Gergőre, hős magyar lett nagykorára, az egri vár vitézőre. A szervezők remélik, a kompozícióval tovább gazdagodhat a belváros, és újra megelevenedhet a regény.